Idei első munkatárs szerinti ülését tartja Csütörtökön Szolnok megyei jogú város közgyűlése. A képviselők több pályázat benyújtása mellett foglalkoznak az önkormányzati bérlakás állományjal, valamint a város marketing és turisztikai stratégiával köszöntöm nézőinket a Döntés előtt című műsor vendége, ezúttal is Szabó István alpolgármester. Jó estét kívánok! Jó estét, kívánok. Valamint a képviselőtestület egy-egy tagját köszönhetem még a stúdióban. Helyfoglalási sorrendben Molnár Ivánt, Kis Gabriellát Jó estét, és Pilák Imrét. Köszönöm kívánok. szépen önöknek is, hogy elfogadták a meghívást. Kezdjük talán az egyik legfajsúlyosabb anyaggal, ami a méretét tekintve is igaz megállapítás. Ez a Városmarketing és Turisztikai Stratégia amelyik tulajdonképpen egy összefoglaló helyzet elemzés után tér rá arra, hogy milyen irányban kellene tovább haladnia a városnak e két fontos és meghatározó területen a polgármesterünk. 2016-ban a várospolitikának egy új elemét jelöltünk meg, ez a városmarketing kérdése. Nyilván előtte is volt valamilyen szintű marketing a városnak, de 2016 megfogalmaztunk, és az elmúlt két évben nagyon komoly eredményeket értünk el várospolitika szempontjából. Miért merem azt mondani, hogy várospolitika új eleme? Azért, mert az ipar, a kereskedelem, a szolgáltatás és a kultúra mellett a turizmust, mint egy új, fontos elemet a város szempontjából bevezettük, úgy gondoltuk, hogy a város tart a fejlődésnek olyan szintjén, hogy ezt az új elemet bevezethetjük nagyon komoly eredményeket értünk el, csak azt említsem meg, hogy ma már eljutottunk oda, hogy 300 különböző rendezvény van a városban egy év során. Ez annyit jelent, hogy majdnem minden egyes nap, hát nyilván a mai pillanatnyi helyzettel is nyugodtan foglalkozhatnánk, amikor pillanatnyilag is a Damjanich Múzeumban Bokros László művészurnak a kiállítását láthatjuk, vagy a galériába a munkácsi kiállításra lehetünk büszkék, pedig tél van, és a télen ugye ezek a rendezvényeknek a szervezése mindig egy kicsit problémásabb. Mint említettem, 300 rendezvény. Ezek közül nyilván érdemes kiemelni kiemel azt, ami a legnagyobb látogatottságot, a legnagyobb érdeklődése tart számot. Hát ezek közül is talán a Bujás Fesztivál az, amit első helyen említünk. Ugye szeptember első hét végén, napokon keresztül ö ö ö tart ez a rendezvény. Hát ez ezen kívül a a Tisza Virág Fesztivált mindenképpen ide tartozik a partitúra, ami a szimfonikusoknak egy nagyon nagy sikerű az utóbbi évben, min nagyobb sikert elérő rendezvénye. A Fibának a 3x3-os kosárlabda rendezvénye szintén nagyon, több napon keresztül nagyon nagy számú érdeklődést hoz a Tisza partra, hát és így tovább, és így tovább, vagy az abban Novák Agóranak mindenképpen meg kell említeni legalább egy rendezvényét, a többek között a Csoki Fesztivált, ami elsősorban a fiatalokhoz szól. Én úgy gondolom, hogy nagyon aktuális, hogy áttekintsük ezt a programot, és meghatározzuk az elkövetkezendő időszaknak a feladatait is. Mi erre, mi erre, rátérnénk, hogy mik a legfontosabbak a jövőt, illetve hagyd kérdezzem meg a képviselő hölgyet és urakat, hogy hogy látják az elmúlt időszakban sikerült eladni Szolnokot, mint turisztikai vonzerőt, mint megyesszékhelyt, mint egy fejlődő várost? Hogy látják? Én, mint Szolnokon szület, született leányzó hölgy, én, én büszke vagyok arra, hogy Szolnok szépen fejlődik. Tényleg nagyon sok program van, és az is nagyon fontos kiemelni, hogy amellett, hogy a turizmust szerintem előtérbe helyeztük, aminek ideje volt, emellett megindult egyfajta közösségépítés is, hogy szólnak lenni jó. Nyilván a 300 program az nagyon sok valóban évente, amit én erőteljesebben előtérbe helyeznék, az a helyi civil szervezetek, a helyi művészek sokkal komolyabban oda kellene rájuk figyelni, és sokkal erőteljesebben kellene akár országos szinten kommunikálni azt, hogy milyen munka folyik itt szólnak, és bevonni őket sokkal erőteljesebben magába a kulturális életbe, mert szerintem vonzerőt jelentene a turizmus szempontjából is. Amit az anyagból én kiolvastam, az elsősorban mondjuk a felmérés, amivel egy icike-picike kritikát is fogalmaztam meg, most jöttem bizottsági ülésről. Jó, hogy volt egy felmérés, noha nem volt reprezentatív. Ugye 500 főt sikerült, közel 500 főt megkérdezni, akik válaszoltak erre, szerintem sokkal nagyobb számba kellene ezt a felmérést elvégezni, hogy lássuk azokat az eredményeket, amik valósak, vagy nem, vagy igényeket egyáltalán, amik lehetnek. Amit hiányoltam, és le is kérdeztem, ez a külsős felmérés. A turizmus szempontjából szerintem elengedhetetlen, hogy akár külföldieket, akár az ország más településen élőit ide vonzók, és itt eltöltsenek akár pár napot, akár egy hetet, vagy két hetet is, és ebben erre nem láttam rá, Noha elmondták, hogy az utazás kiállításon készült egy 600 kérdőív, de ennek a feldolgozása még folyamatban van örömmel venném, hogyha ezt is tudnánk olvasni, és ezekből is le tudnánk vonni a kellő konzekvenciát, mert hogy mégiscsak a nyilván fontos a belső turizmus, hogy a szolnokiaknak is legyen program, és ők minél szélesebb körbe ellátogassanak erre, de az is fontos kell, hogy legyen a városunknak, hogy más településről is érkezzenek ide. Amit javasoltam, az még az árukapcsolás, akár itt van ez a remek munkács kiállítás, hogy akik ide érkeznek megnézni a kiállítást, azok Maradjanak itt egy pár napot, és nézzék meg, ajánljunk nekik. Akár a vendéglátóegységekkel közösen egy tervet készíteni arra, hogy mit tudunk nyújtani a kiállítással összhangba. Például, ami, ami még látható volt ebbe a koncepcióba, hogy a vendéglátóhelyek és a szálláshelyek csökkentek. Úgyhogy erre nyilván oda kell figyelni, hogyha szeretnénk. A turizmust fellendíteni, és hát a vendéglátóhelyeknél, ahogy én a vállalkozókkal beszélgettem, akik akár régen ebben a szakmában tevékenykedtem, az bizony az adó és a TB emelése nem tudták kitermelni. És ezért döntötték mondjuk egy üzlethelyiség becsukása mellett. Amit még, és nyilván a holnapi előterjesztésben is, vagy a holnapi testületi ülésen is lesz egy ilyen előterjesztés, aminek nagyon örülök, de a szemét probléma, ami nem biztos, hogy kecsegtető a turizmus szempontjából, sajnos nagyon sok helyen szemetes, akár illegális szemétlerakók vannak. Azt láttam a koncepcióba, hogy szükség van, igenis városzerte kihelyezni ilyen utcabútorokat, illetve szemétgyűjtőket és amit megfontolandónak tartok. Egyébként tudjuk támogatni az előterjesztést. Pilák úr, jó az irány? Hát, köszönöm a kérdést. Nagyon jó a kérdés. Az irány jó. Sikerült elég alaposan átanulmányozom ezt az előterjesztést, és hát ugye ez három részből tevődik össze, az egyik a már említett kutatás, ami valóban fogalmaz meg kritikákat, ami, ami ebből kiolvasható, még hogyha nem is feltétlenül reprezentatív ez a, ez a felmérés, de azért azt gondolom, hogy az 500 fős mint egy város életében igen-igen komolyan reprezentálja a város véleményét. Az, hogy a városlakók a, a közepes hajónak ítélik meg a, a, város marketinget, tehát akik itt laknak nem igazán tudják azt, hogy mik történnek. Van, van az a viszonylag szűkebb körvéleményem szerint, akik, akik odafigyelnek, ezekre az eseményekre, akik, akik ö, rendszeresen követik, de azok, akik, akiket úgymond nem érdekelnek ezek a dolgok annyira, azokat azokat, ö, ugye nem nagyon érinti meg ez a dolog. Én biztos, hogy el lehet őket is érni, és el is kellene őket érni. Ami ugye nagyon fontos, <kül> még a további tervekből, ami egy kicsit számomra, hát hogy mondjam, egy kicsit olyan veszélyes dolognak tűnik. Ugye itt a elsődleges ilyen cél irányként a Tiszafolyót, mint attrakciót vagy látványosságot emelik ki ez a tanulmány, ami egyébként jó irány, ugye nekem a szívem csücske a Tisza folyó, ezt mindenki tudja, ugye itt a viziturizmusról és az ehhez kapcsolódó tevékenységekről van szó, azonban sajnos Ugye nagyon oda kell figyelni azt, hogy milyen típusú beruházásokat vagy milyen célokat próbálunk megvalósítani. Nagyon el lehet ezzel egy kicsit csúszni, nagyon vékony jég ez abban a vonatkozásban, hogy, hogy a Tiszaának például a, az áradásai, az szeszélyes vízjárása nagyon át tudja írni egy, egy ilyen programot. Én azt szoktam mondani, hogy ha már csinálunk ilyen beruházásokat, meg van pénz rá, meg tudunk rá szerezni, hogy, hogy nyilván otthon a, a saját büdzsébe is úgy tervezünk meg beruházásokat, hogy azt utána föl is tudjuk tartani. Tehát nehogy aztán az többbe kerüljön annak a fenntartása, az üzemeltetése, mint egyébként, amit terveztünk, és utána abban még a városnak további pénzeket esetlegesen bele kell ölni. Ez, ez egy veszélyes dolog. Most nemrég voltam ópuszta szeren, az is egy nagyon szép koncepció volt, nagyon szép volt. Hát most ez kiábrándító volt, és azt szeretném, hogyha ez velünk nem történne meg. Valár úr? Én úgy gondolom, hogy tényleg ez a városmarketing tanulmány, ami készült itt a jövőre, egy nagyon komplett anyag, nagyon sok szép dolog van benne. Amellett itt, amit az alpolgármester is kiemelt, még nagyon sok olyan programunk van tényleg, ami, ami elég nagy érdeklődést vált ki. Tiszaparti nyár akkor a Tiszai Hal Fesztivál, akkor a Palacinta Fesztivál vasútmodellkeletás sorolhatnánk. Tehát tényleg nagyon sok van, tehát meglepően sok alakult ki, és ez elég sok nem szólnak itt is ide vonz. És tényleg az a tapasztalat, ugyan kérdév még nincsen kiértékelve, de akivel én beszélgettem, nem ival, mind meglepődik, hogy milyen sokat fejlődött a város, és milyen szép a város. Tehát nem csak papíron kaptunk diakat, itt például a Virágos Város vagy egyéb dolgokban, tényleg azt látják, hogy nagyon szép virágos a város és szépen fejlődik. És akkor a Reptáról még nem is beszéltünk? És a Reptáról Vén, nem, nem is beszéltünk, ami, ő, ami európai szintű rendezvényt produkál, állandóan változik a rendezvény, tehát egy nagyon jó menedzsment van az élén, és nagyon jó menedzserik az egész Reptárat. Én úgy gondolom, hogy az 480 fős felmérés, az méltán reprezentálja a szolnokiak véleményét, és lehet, hogy lehetett volna többet is megkérdezni, de ez bőséggel elég ahhoz, hogy olyan dolgokra adjon választ, hogy jó szolnokon élni. A válaszadók több mint kétharmada így válaszolt, vagy fejlődött a város, több mint kétharmada így válaszolt, vagy családbarát. 480-ból 380 ilyen válasz érkezett. Zöldváros 480-ból 400 ilyen válasz érkezett. Tehát úgy érzem, hogy a szolnokiak is érzik ezt, viszont az kétségtelenül igaz, hogy a tájékoztatás a programokról, illetve mintha egy kicsit szégyelnénk és, 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 nem mernénk eldicsekedni vele az önkormányzat, hogy milyen diákat nyert a város. Kevesen tudnak róla, milyen szép díjakat nyer országos szinten. A város a fejlesztésekkel és az egész tevékenységével. És hát nyilván nagyon fontos, hogy kifelé is el kell adni Igen, tudni így a, a várost, nem csak a benne élőknek, a benne lakóknak, vagy a szolnokon dolgozóknak, hanem azoknak, akik azt reméljük, hogy nő a vendégészakák száma, stb. stb. A Tiszával kapcsolatban annyit azért hozzátennék, hogy én szerintem koncepcióval viszont nagyon jó, hogy kikötőt akarunk létrehozni, főleg olyan kikötőt, ami a kis hajók fogadására alkalmas, és a szabadstrand kérdést is meg szeretnénk oldani, ami régi probléma, mióta megszűnt fent a szabad strand. A hát röviden. úgy gondolom, hogy az értékelés a, a megfelel annak, amit az anyag tartalmaz. Ugye a jövővel egy picit foglalkozni kellene. Hát a szakma ugye kétféle turizmust ismer, az aktív turizmust, meg a passzív turizmust. Az aktív turizmus kategóriába azt sorolják, ami a beutazó turizmus. Hát a város szempontjából nyilván ez az érdekes, nem a passzív, akik elutaznak, ugye. Bár lehet, hogy szolnoki vállalkozást vesznek igénybe az utazáshoz, de nyilván az aktív turizmus az érdekes. Ez szolgálja a reptár, ugye említettük többek között, és hát a művésztelepről ne felejtkezzünk el, azért ott folynak a munkálatok, és egy újabb, nagyon fontos elemmel fogunk gazdagodni a közeljövőbe, a fürdőkről, strandokról nem is beszélve. És akkor, ha rátérhetünk egy következő e, fajsúlyos témára, e, bizonyos szempontból érzékenynek is nevezném azt a két előterjesztést, ami az önkormányzati bérlakásállomány e, jelenlegi helyzetével, állapotával foglalkozik. E, időről időre elé, a testület elé kerül az a lista, amelyik aktualizálja, frissíti azon önkormányzati lakások e, számát, e, amelyik ugye arról rendelkezik, hogy elidegenítésre, eladásra ki vannak jelölve. Ezzel kapcsolatban van egy előterjesztés, illetve létezik egy olyan önálló képviselőindítvány, ami bizonyos lakások eladásának a folyamatát megállítaná, felfüggesztené, egyúttal új bérlakásépítési programra tesz javaslatot. Igen. Hát Tehát ez, összefüggésébe kell igen. ezt a kettőt azt gondolom tárgyalni, így megnézni. Van, így van. Tehát a dolognak két fontos eleme van. Az egyik, hogy egy közgazdasági gazdálkodási oldala, a másik pedig a szociálpolitikai oldala. Szolnok város a megyei jogú városok között büszke lehet arra, hogy 1462 szociális bérlakást üzemeltet. Még egyszer, 1462. t Szeretném elmondani, hogy Veszprémbe összesen 150 vagy érd, talán a legkisebb megye jogú város összesen 40 darab szociális bérlakása van, tehát nincs mit szégyenkezni. Hát nyilván a szociális érzékenység, a rászorultakon való segítség, vagy a szolidalitás, ha így tetszik, ez ugye mindig minden napunknak a része, nyilván foglalkozni kell ezzel, Nyilván, amikor fölmerült ez a kérdés, hogy újabb szociális bérlakásokat kell építeni, az azért már jó néhány évvel ezelőtt, lehet, hogy tíz évvel ezelőtt hangzott el. Tíz év alatt nagyot változott a világ, mint tudjuk. A lakásépítési programot az állam nagyon komoly eszközökkel segíti. Ugye a csókot szokták itt emlegetni, de egyéb támogatások is vannak. Ma már a családok. Akár 20 millió forintos támogatást is igénybe vehetnek, állami támogatást is igénybe vehetnek lakásépítése. Tehát ez a változás nyilván átjött a, a dolgon, és talán a, az önkormányzat felelősségét ilyen szempontból is átértékeli. Szeretném elmondani azt, hogy a városnak minden egyes szociális bérlakás évi fenntartásában 300, millió, 300 ezer forint deficitje keletkezik, hisz az amortizáció lakásonként. lakásonként, az amortizáció, az értékcsökkenése, a bérleti díjak nem adnak fedezetet. Tehát a fenntartani ezt a hatalmas lakásállományt csak úgy tudjuk, hogyha az önkormányzat, a saját büdzséjéből folyamatosan fordít erre. Tehát nagyjából ez a helyzet. Ugyanakkor azt is látnánk, hogy a önkormányzati lakások iránt folyamatosan megvan azért a kereslet. Uh -huh. Hát miután ez a legolcsóbb lakhatás? Hát már bocsánatot kérek. Hát ez a legolcsóbb lakhatás. Hát persze, hogy megvan rá. Hát hogyha nem így lenne, ha piaci áron értékesítenénk, vagy adnánk bérbe. Ugye szolnokon most körülbelül egy 50-60 négyzetméteres lakásnak a béleti díja olyan 50, 60 ezer forintnál tart, a város által bérbadott meg 15-25 ezer forint között, hát a kettő között óriási különbség van. Pontosan az, amit az előbb említettem hogy körülbelül 300 ezer forintba kerül egy lakásnak az érték csökkenésének a fedezete. Ha, ha jól emlékszem, akkor jelenleg 460 lakás szerepel a előterjesztésben, ami értékesítésre ki van Ezek határozott és határozatlan idejű kiutalások, jól mondom. És ö, elsősorban a bérlők. Tehát nem arról van szó, hogy eladnák a bérlő feje fölül a lakást, hanem a, a, a benne lakónak van e, lehetősége, lehetősége ezzel. ezzel elővásárlási joga. Így van. A lakhatás támogatása nem szociális érzékenység kérdése, hanem a megyei jogú város kötelezően ellátandó feladata. Ezt azért fontos, hogy szerintem leszögezzük. Az, hogy megszűnt a lakásszélú megtakarítások állami támogatása, az gondolom a nagyon sok fiatal és család részére nem túl jó a jövőre nézve. Mert hogy eddig legalább volt egy pici lehetőségük arra, hogyha spórolnak, és azt még támogatja is az állam, akkor el fognak tudni indulni. A Pagármester úr azt mondta, hogy hát persze, mert hogy ez a legolcsóbb ö, fenntartás. Na de akkor felteszem én a kérdés. Olyan ördögtől való dolog az, hogy egy megyei jogú város, akár egy állami szinten beindított bérlakásépítési programba, akár piaci alapon adjuk ki a lakásokat, hiszen az a fiataloknak is jó lenne, mert azért valljuk be őszintén, ugye albérletbe elmenni egy fiatalnak az nem mindig biztonságos, mert hiszen a tulajdonos dönthet úgy, hogy ő el akarja adni a lakását. Itt viszont az önkormányzat nem fog így dönteni, de akár az is lehetőségként merülhet fel, hogy megvásárolja azt a lakást, hiszen erre a rendeletünk, mint látjuk, lehetőséget ad. A probléma azzal van, hogy az eladott lakások után nem forgatjuk vissza, és nem veszünk új lakásokat. Így a lakásállománya megyei jogúvárosnak ugye folyamatosan csökken, hiszen eladjuk a lakásokat. Azonban azt is fontos megjegyezni, hogy 2018-ban a 455 meghirdetett lakás volt pályázatban, amit meg lehetett vásárolni. Összesen 23 darab lakást sikerült eladni. Ennek nyilván oka van. Az emberek nem tudják megvásárolni a lakásokat, nyilvánvalóan. Ú, így ugyanúgy lakbérér laknak tovább benne. Viszont, a várólista nagy. Van, aki éveket vár rá. Tehát a probléma nem oldódik meg, hanem tovább gyűrűzik, mert hogy szükség van bérlakásépítési programra. Tovább kell már ezen lépnünk, és kell egy új koncepciót véleményem szerint alkotni, mert igenis, hogy szükséges ez. Fogjuk tárgyalni, és a következő... Itteni téma is ez lesz az ifjúsági koncepció. Ha szeretnénk, hogy a fiatalok itt maradjanak a városba, akkor úgy, úgy fognak itt maradni, és a felmérések ezt mutatják egyébként. Hogyha van nekik lehetőségük arra, hogy otthon teremtsenek, hogy tudjanak hova menni, hogy ne albérletbe kelljen nekik menni. És bizony a fiatalok oda fognak menni, ahol megoldható az ő lakhatásuk. Világúr? Az én véleményem az, hogy mind a bérlakásokra, mind a saját lakásokra szükség van. Az, az látható, hogy a, a város vonatkozásában ez a 1462 ö, ö, úgynevezett szociális bérlakás kevés. Ö, a előttem szólók nyilatkozatai alapján ez soknak tűnik. A valóság az az, hogy ez azért kevés, mert ö, a lakás bérleti díjak nem közelítenek a piaci viszonyokhoz. Én azt gondolom, hogy Ketté kellene választani a dolgot. Aki valóban szociálisan rászorul, azoknak a körét valamilyen módon úgy kellene leszűkíteni, hogy, hogy ők hozzá tudjanak jutni ehhez a lakáshoz valóban szociális alapon is, rászorultság alapján, vagy olyan alapon, hogy például a városnak az érdekében ők itt tevékenykednek, vagy bármi más alatt lehet ilyen szabályokat hozni. A többi esetben pedig a a többi esetben közelíteni pedig, a lakbéreket a piaci viszonyokhoz? Így van. A többi esetben pedig közelíteni kell a lakbéreket a piaci viszonyokhoz. Ez két dolgot generálna az álláspontom szerint. Az egyik az, hogy csökken ez a 300 ezer forintos ö, lakásonkénti deficit éves szinten. A másik pedig, ö, Inkább abba az irányba vinné el a lakásoknak a bérlőit, hogy akkor inkább megvásárolnák. Mert miért nem vásárolják meg? Miért sikerül csak 23 lakást az elmúlt évben eladni, abból a egyes számú mellékletben most nem tudom hány 400 ahány lakásból? 455 45. 45. 45. 45. pontosan nem tudom. Miért sikerült ennyit eladni azért, mert a be... nem azért szerintem, hogy a lakók nem tudnák megvenni. Én azt gondolom, hogy nekik ez a kényelmesebb megoldás. Ilyen egyszerű a dolog. Ugyanakkor azt is látnék, hogy egy-egy lakbéremelés, én visszaemlékszem az elmúlt évek közgyűlési vitájára, azért az is nagyon érzékeny téma. Tehát ez nem, senki nem ez nem valóban lenne, hogy így van, a probléma a, a ott... Még akkor is, ha esetleg belátják, hogy hát ez a piaci árakhoz képest még mindig nagyon világos, kedvező. A probléma ott van, hogy ez a lakbéremelés fűnyíró elven megy. Százalék, és akkor ennyi. De hogyha, mint mondtam, hogy szétvá szét, szétválasztanánk a rászorultságot, illetve a nem rászorultságot, akkor lehetne differenciálni. Így gyakorlatilag az, vagy emelő 5%, akkor mindenkinek 5%, és, akkor, és ez így nem működhet hosszú távon álláspontom szerint. Tehát itt az lenne az igazi megoldás, hogy ezeket egy kicsit jobban, hát úgymond különböző szintekre besorolni, árkategóriák szerint és onnantól kezdve ö, biztos, hogy megváltozna a, a benne a lakóknak a hozzáállása, esetlegesen a megvásárlás vonatkozásában. Köszönöm, és akkor kvázi zárszóként Így mellettel gyakorlatilag a műsoridő nagyon gyorsan erre Mondanám, hú. tehát először is itt ki van hegyezve az előterjesztés arra, hogy a, nem a állandó vagy hosszú távú határozatlan idejű lakások, hanem a idéglenes, rövid távú lakások kerülnek eladásra. De nézzük meg, 1462 lakásból 144 az, amelyik határozatlan időre van kiadva, tehát 10 a Tehát egyértelmű, hogy a másikból kerül a eladásra, mert annak van logikai jelentősége. A fűnyírő elve az nem érvényesül a lakbéremeléseknél, mert akkor is differenciálták azt szerint, hogy szociális kis felszereltségű lakások alig lettek emelve, és a jobban fölszerült komfortos lakások árát emeltük, de ahogy a, az előbb itt elhangzott, ez is problémát jelentett, és akkor is volt ebből gond, hogy mi emeljük a lakbéreket. Miért nincsen bérlakásépítés magánszektorban? Értelmetlen. Nem tudja kiadni azon az áron, amennyibe kerül, tehát ő nem fogja ezt a 300 ezer forintot lakásonként lenyelni, ő szeretné ezt behajtani. Azt visszaosztjuk a 300 ezer forintot, az összes már 30 ezer forint a szinten pluszba. És még alig van nyereség rajta. Tehát ha hozzáadjuk ahhoz a 10-20 ezer forinthoz az összeget, akkor kiderül, hogy a piaci áron vagyunk, azért meg nem fog elmenni a lakás, mert a piaci áron most is kap. És még egy dolog, hogy megszűnik a lakástakarék. Helyett ott van a sok. Sokkal kedvezőbben. És nem a bankok fogják leszedni a hasznot, meg a takarék szövetkezetek azzal, hogy lakástakarékot kiadják. Tehát én úgy gondolom, hogy ez a téma megoldott, a fiatalok lehetőségét mindenképpen megoldja. További vitára természetesen a csütörtöki közgyűlésen lesz mód és lehetőség, biztos vagyok benne, hogy mindenki ki fogja használni a rendelkezés álló időt. A műsoridőnk viszont letelt, de tudom, hogy erről a témáról még dupla ennyit is el lehetne beszélgetni, vitatkozni. Tehát kedves nézők, csütörtökön reggel 9 órától ennek a vitának a folytatását is minden bizonyal majd láthatják. Mi ott leszünk kameráinkkal, és ezúttal is élőben közvetítjük a Szolnoki közgyűlés csütörtöki munkatárs szerint ülését. Köszönöm szépen, hogy itt voltak, Köszönöm elfogadták szépen. a meghívást. Köszönjük, Köszönjük a nézőknek jön. és a figyelmet viszontlátásra. Köszönöm.